Vannak 17 éves fiatalok, akik pihenéssel töltötték a nyarat, vannak, akik végig dolgozták a vakációt, és vannak, akik számára sport volt a középpontban. Közéjük tartozik Dobó Lilla, aki most már világ és Európa bajnoki résztvevőnek mondhatja magát. A nyíregyházi kosársuli játékosa, a csapatból a legtöbb percet játszva, tagja volt a debreceni U17-es világbajnokságon 6. helyen záró együttesnek. Aztán pihenés helyett csatlakozott a Krétára utazó U18-as válogatotthoz, amelyben szintén 7 meccsen lépett pályára a 11. helyen záró csapatban. A VB-re azért számítottam legbelül, hogy az össze fog jönni. Az Európa bajnokság az meg a VB után megkérdezték, hogy van-e kedvem menni, hogy van rá lehetőség. Szóval ez egy ilyen hirtelen ötlet volt, de nagyon örültem, hogy részt tudtam venni rajta. Nagyon jól éltem meg, szerintem eddig ez volt a legjobb nyaram. Nagyon sok emberrel jóba lettem, mindenkit ismerek az elit játékosok közül az országban, és a szakemberekkel is nagyon sok mindent tanultam tőlük. Egészen elégedett vagyok, a világbajnokságon sokat játszottam, és szerintem mindent megtettem a csapat érdekében. Az Európa-bajnokságon kihasználtam azokat a játékperceket, amiket kaptam, és ott is volt 2 meccs, ahol szerintem túllendítettem a csapatot egy holdponton, amivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Mint Lilla nevelőedzője elmondta, büszke tanítványa teljesítményére. Emellett a kosársulinál végzett szakmai munka jó visszaigazolásának tartja azt, hogy a 17 éves kosaras 2 komoly megterheléssel járó tornát is végig tudott játszani egymás után. Neki a fő célja az volt, hogy az U17-es VB-n mindenféleképpen csapatban legyen, és ott tudjon játszani. Tehát hogy ez volt a legfontosabb. Ott akkor ugye megint azok jöttek, hogy na, hogy lesznek a játékpercek, mi lesz, és hogy a legnagyobb meglepetésre ugye már az első körben ugye kezdő csapatban volt a Lilla, és ugye szerintem megint egy akkor nagy lökést adott neki, és ugye őt ezek a dolgok azok inspirálják, tehát amikor ő látja, hogy ő benne bíznak, hogy számítanak rá, akkor ő innentől kezdve egyre jobb teljesítményt tud nyújtani, és hogy ez így volt a VB alatt is, és az esetek nagy részében akkor jutott a legjobb teljesítményt, amikor a többiek, akik a vegyük úgy, a sztárjátékosok voltak, azok betisztek, na akkor volt ő az, aki erőlépett a hátsó sorban, és akkor hátára vette a csapatot. Lillát több akadémiától és elcsoportos csapattól is megkeresték, de mivel még 2 évig a Krudi gimnázium tanulója, nemet mondott az invitálásokra. Az érettségig a nyíregyházi kosársulit erősíti, már a hétvégén is, amikor a junior csapat tagjaként Budapesten lép pályára 3 mérkőzésen.